Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és ez itt a... Ezé... 15. epizód. Amit már nagyon vártatok, mert állna nem hagytuk békén még privátban se, de semmi gáz. Na, mindegy. A lényeg az, hogy... kevés akcióponton van, de a titeket ne zavarjon, majd veszek. Vagy nem. Na, a lényeg, miről szól az a epizód, halványülök, gözöm sincs, mert már nem emlékszem rá. Na mindegy. De az majd kiderül. Tehát nem kell félni. Nem. Nem kell félni. Az összes srácról készült képet bemutatom. Vagy készült képet? Azt is. De jó helyes válaszokat, meg mindent. Itt, mint láthatjuk, ez itt a Castiel-nek a volt nője. Most már elárulhatom. Elárulhatom, mert én megtehetem. Na, ez itt a volt nője. És vissza fog térni ide. És okozza nekünk galibát, meg mindent. Na mindegy, az inkább nem érdekel. De majd ő is megszivatjuk, de nem baj. Na, oké. Na, elméletileg ezeket a képeket lehet majd megszerezni. Elméletileg. Eztet, meg eztet. Elméletileg ez a tizen, az a három. Azt hiszem ez a három van. Ja. Igen. Na, mindegy. A lényeg, hogy ez van. Sprite. Na, és akkor vissza is tértem ide. Na, lássuk, hogy... Na, nézzük. Lehet, hogy tudsz nekem segíteni Castiel-t. Keresem, nem láttad véletlenül? Igen, ez volt, így fejeztük be az előző epizódot. Azt mondja, hogy ez meg ki. Sosem láttam, még a soriban rossz előérzetem van. Hát igen, lehet is, ezt mondtam az előzőben is. Elvitt a cica a nyelved. Ne haragudj, csak gondolkodtam. Bocsi. Hogy erősködöm, de nagyon fontos, hogy beszéljek vele, nem tudod, hol van. És akkor itt le lehet küldeni rossz irányba, ami nem a, ami lehet ez is, meg az is. Egyébként mondom nektek az őszintét, halvány löggözöm sincs, mi van, hogyha rossz irányba küldöm, mert én, amikor a külföldi szerveren játszottam, akkor én jó irányba küldtem, tehát úgyhogy nem merem megnyomni a rossz irányba küldést. Igazából tök mindegy, mert ha nem tudom, hogy igazából, hogy hol van, ha biztosan nem tudom, akkor a rossz irányba is mehet. Na mindegy. Megmondom neki, hogy szerintem hol van. Tehát csak úgy. Legutóbb a suri pincében láttam, kész. Köszi szépen. Ennyi. Na, következő feladat úgy van, hogy menj az alaksorba és nézd, mit akar a csaj. A csaj? Castiel-től. Jó. Hát akkor menjünk a oda, a diszkréten ninja módra elkerejtéztem. Ez itt már Naruto. Miért bújtál el a szekrények mögé? Pszt, észrevesznek. Rejtőzködsz valaki elő? Nem, követem azt a lányt. Jó, mondok is semmi, igaz? Milyen lányt? Nem látok senkit. A fenébe. Elvesztettem. Nagyon fura vagy néha. Lehet, ne haragudj, Natania, de most mennem kell. Szia. Szia. Bele kell törődnöm, most sem lett belőlem ninja. igen. Tehát ebbe tényleg bele kell törődni. Mindegy, a lényeg az, hogy azért még megnézem, hogy... megtalált a lányt, akit kerestél, még nem Castiel-t kereste, de még vele se találkoztam. Az egyik rajongója, nem tudom, megkérdeztem tőle, hogy hol van, aztán szerintem ismerik egymást. Még sosem láttad előtte? Nem, soha. Fura, kíváncsi vagyok, ki lehet az. Eljössz velem megkeresni? Szeretnék, de most már tényleg haza kéne mennem. Na, az első eldöntető kérdésünk! Egyébként az első a B, vagy á, az első a B, úgy okos vagyok már megint, látszik. Az A, az a jó, az felviszi a mérünket, a nagy ere az ilyen semleges, a C az meg fogalmam sincs, az szerintem az rossz. Úgyhogy ó, kár, látja, fel is ment. Lesz még alkalmunk együtt lenni, ne aggódj. Hú, oké. Most mennem kell, mert azt mondtam szüleimnek, hogy itt maradok egy kicsit tanulni, de még én se szoktam ilyen sokáig itt lenni. Nem félsz, hogy ilyenből elmond, mindent elmond nekik? Nincs oka rá, hogy elmondjam. Azt mondja, amúgy sem olyan gondolsz. Nem. Azt mondja, hogy én ebben nem, biztos, hát nem, hát. Szia, jó mozás, köszi, szia. Na, menjünk a hátsó folyosó alaksor, így van. Nincs itt senki. Mindent elpakoltak, úgyhogy már nem is lett sehova bújni, nem érdemes tovább itt keresni. Egyszer már akadt nacionál kíváncsiság miatt. Nem akarom, hogy négy egyszer bajba keveregni, inkább hagyom a dolgot, és majd holnap megkezdem Castiel-t. Hát ez egy okos dolog volt. Azt mondja, menj vissza az udvarra, és menj haza. Hát köszike. Hát akkor menjünk. Menjünk haza.
Éppen indultam hazafelé, amikor valaki elkapta a karomat. De ügyes. Jaj, megijedtem, hogy hazamész, mert beszélhettem volna veled. Úristen, nálam milyen jó a mérőm. Úristen, úristen. Ne haragudj, azt hittem, te már hazamentél. Nem, még nem. Ninával voltam. Beszélgetni akar, koncentrálni. Mi azok a reakciók? Pedig nem mertem, nemet mond neki. Lehet, nem örült neki, ez kedves tudod. Egyébként a karakterem azt mondja, hogy hát ez kedves tudod, én meg vicsorítok egyébként a izé előtt. Na mindegy, semmi probléma. Na, oké, szóval. Megszerettem volna neked, köszönöm ezt az egészet, rég nem szórakoztam ilyen nagyszerűen, és nagyon jó tett nekem, hogy ismét színpadra lehettem, észre sem vettem, mennyire hiányzott. Tényleg? Akkor lök, blablabla, hagyjál már. Na, eldöntető kérdés. Nagyon jó. Azt mondja, hogy... megszerettem volna valahogy hálálni, de nem volt semmi ötletem, gondolkodtam, esetleg hazakísérhetnélek. De egyébként itt az van az, hogy igen, az jó lenne, akkor tényleg el is kíséri haza. Köszönöm, de inkább az egyetemű, hogy nem fogja hazakísérni. Úgyhogy ez az A az nem viszi fel a mérőt, tehát az semleges lesz, úgyhogy... Ha jól tudom, hogy igen. Megjelöljük, hány millió forintos kérdés? Na, akkor gyerünk. Rizan, de az a kísérlet, természetesen beszélgetünk a koncertről, a szervezésről, a próbákról, és a igen, lényegtelen dolgokról, és a végén úgy éreztem, hogy közel kerültem hozzá. Ez a csaj egy ribi. Már elnézést a kifejezésért, de mindenkihez közel kerül. Na mindegy, miután megérkeztünk a házunk elé, neki vissza kellett sétálnia. Elég nagy kerülő tett miattam. Azt hiszem, csak azért kísértel, hogy örömet okozzon nekem. Hát... Na, azért. Na, új feladat, kérem tisztelettel, menj be a suliba. Hát itt vagyok. Nem? De, na mindegy. Bejöttem a suliba. Bim-bam, hát, bemondanak valamit. Várjuk a diákokat a B-teremben, az igazán, hogy beszélni szeretne önökkel, azaz a tanárok át szeretnék adni önöknek egy információt. Mr. Fizet, igazán van valam hangbeszélőtől. Na, akkor menj a B-terembe. Menjük a B-terem. Az az A-terem, oké. Okay. B-terem. Azt mondja, hogy B-terembe mentünk, B-mentünk. Na, hú, nem én vagyok az utolsó noton, és Castiel sincsenek még itt. Üljön le, rendben, már ülök is, leültem Viola mellé, egyértelmű. Suttog, jól vagy? Igen, és te? Csöndet kérek! Csöndet! Először is meg szeretem volna köszönni nektek, hogy lehetővé tették, hogy ilyen színvonalas esemény megrendezését. Na, meg. Önöknek hála, sikerült összegyűjtenünk annyi pénzt, hogy megvalósíthassuk a korábbi tervünket, és elfelejtessük a tájfutás sikertelenségeket. Köszönjük szépen! Hát egyértelmű, szívesen. Elnézést, igazgatónő! Milyen tervről beszél? Kíváncsi voltam. Aha. Először nem mondom, és semmi bevetésnek szánjuk. Meg hát. Meg hát. Na azt mondja, tekintet állnak semmit nem lehet. Lehet, hogy megkérjük önöket a nap filmen, hogy szerintsenek vagyok. Aha. Oké, körülnénk, hogy megköszönni a munkáját, aki koncert ötletéért felelős, valamint a megvalósítás is jócskán kivette a részét. Kedves Miharu, az most Miharu lesz, álljon föl, kérem. Rendben. Oké, majd ti olvassatok el, mert csak így olvastam. Ennyit akartunk önökkel megbeszélni, most már mehetnek. Ennyi volt. Mondtam, hogy nem! Oké. Okay. Ennyi volt. Jaj, mi történt? A teremből kijövet egyszer csak elestem. Minden oké, okay. Hát igen, hát még köszönöm, hát köszi, csak... Nagyon érdekelt muszlani, hát kösz. Én börlököd fel. Hé, figyelsz rám? Ne haragudj, máson járt az eszem. Azt látom, kérdeztem, hogy tudod-e, miről beszélt az igazod, hogy mi ez a terv. Hát én honnan tudjam? Egy lány? Milyen lány? Most mit tudom én? Azt tudom, miről beszélek egyébként. Szakadt fel, mert volt és elég mély a dekoltázsa. A fenébe azt szívesen megnéztem volna. Na mindegy. Mind a kettő válasz semleges. Úgyhogy tök mindegy, melyiket nyomjuk. Egyébként ez egy... Fú, elmondok, nem mondok el semmit. De én tudom, de nem mondok el semmit. Még. Egy picit később, de annyira felhúztam most magam. Hagyd abba a végén még féltéken. Ez én ezt nyomom, de tök mindegy, melyiket nyomjatok, úgyhogy mindegy. De hogy... Ha újra látod, mondd meg neki a szám, add meg neki a számom. Meg ha akarnám, se tudnám, úgy sincs még nekem a számod. Meg kéne majd adnom neked. Istenem. Na, új feladat. Kérdezd meg a diákot, hogy látták-e tegnap a lányt este. Mi? Tegnap este, jó van. Most 500 millió helyre el kell menjek, de no problem.
Szerintem, hogy hogy zavarlak, de látod azt a Castielt? Még nem, te sem? Nem lett beteg, akkor szólt volna neked, nem? Izé, aha, persze. Na, én szerettem volna a Castielt, hogy egy barna hajú szakadt fel, mert csaj kereste egy nap Castielt. Te is találkoztál vele? Nem, vagy legalábbis nem emlékszem. Az még valószínűbb. Oké, dökös terem. Aha! Kíváncsi vagyok, mit szervezünk nekünk. Nem tudom, bla 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 bla. Addig elolvassátok. Engem nem érdekel itt ez. Udvar. Ah, Rosália? Nem láttad? Nem, ki volt az? Nem tudom, pont azért kérdezem. Bocsát, nem jó az ember. Aha, hát jó. Kertész klubban persze, hogy nincsen senki. Aha, jó van, oké. Nincs itt senki. Mennyi a pozíciópontom van? Úristen, ilyen kevés! Jó, mit akarsz? Miért lögtél fel az előbb? Nem tudom, miről beszélsz. Tudom, hogy te voltál, te álltál mögöttem. Ne vádaskodj, nincs bizítékod, amúgy nem, hogy... Hagyjál békén. Jó, van, hagyjál már te is. Ha! Jaj, tudom már, Amber féltékeny. Igen. Na, nagyon kell ez a suli tájfutás koncert, városi séta. Milyen városi séta? Tuti, hogy valami ilyesmire beszélt az igazgató, hogy elviszek minket vásárolni. Persze, mindig vásárolni akar. Ennyi pénze van, tehát ahhoz nem kell pénzt gyűjteni. Dehogy nem, arra kell a pénz, hogy megvessük, amit szeretnénk. Ez álmodozik. Na szóval. Hagyom, hadd álmodozzon, úgy látszik, jó kedve lesz tőle. Á. Mind mosogsz? Mondtam valami vicceset? Igen, már megint. Pont ezt szeretjük benned. Ha ez kedves tőled. Beszélgetés vége. Már is fejtettem, mit kell csinálni egyébként. Igen, milyen szórakozott vagyok, mindig elfelem. Ja, mi mindig kérdezgetjük, hogy ki hol van. Igazából. Jó. Na, nem láttál tegnap egy feltűnő kezdetű lányt a koncerten? A kislóta, aki lezenen lógott? Nem, nem láttam. Miért? Történt valami? Nem, arról beszéltem. Ez nem egy Lolita, hanem egy szakadt falmeres csaj. Ó, olyan lány nem láttam. Új diák? Nem tudom, pont szeretném kidétni. Ha új diák, azt hamar megtudjuk. Ne pazarold rá az idődet! Inkább gyere velem, veled? Hova? Azt mondja, mesél a tanáról, bla 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 bla. Aha. Jó. Aha. Tudi pénbolozni visznek minket, úgyhogy mindenki rá van állva a témára. Egyébként erre a kérdésre nem emlékszem. Mindig vannak újak. Na mindegy. De ezt gondolom C. Ismered? Igen, én is nagyon szeretem, még akkor is, ha utána kiégzett foltjaim vannak. Ezek szerint már komolyan játszottál. Mondom, tökéletes vagy. Megbeszéltük. Na, hát akkor ennyi. Ez csak egy ilyen tipp volt. Na, menjünk ez udvarra. Ez már megint itt van. Nem így jött a suliba, nem hinném, hogy ismeri a csajt, aki kezdett kest, és személy kezdte, és addig ismeri. Kertész klub, én a sorokban van, rám se néz, annál jobban adna így az egész évben. Megbeszéltük. Na, nem láttam se Castiel, sem Tanás, és senki nem látta a tegnapi csajt. Azt hiszem, itt abba is hagyom a keresést. Kop, ó, valaki... Aha, szia, te segítettél tegnap, hogy megtenek Castielt? Szia. Meglepődtél, hogy itt látsz, ugye? Megértem, nem volt... Na talán még itt, amikor én is ide jártam. Volt diák vagy? Eltaláltál, Deborah vagyok. Örülök, hogy megismerhetlek, hát én nem. Az én nevem Miharu, én egy volt diák, aki ez is kezdett stílusra viszont, hogy mindenkinek tudnia kellett, hogy kiről beszélek. Ne haragudj, de most nincs időm beszélgetni szeretnék a volt osztálytársaimmal. De jót nem láttam őket. Szia! Szia! Na, mindegy. Azt mondja, rossz érzetem van, még erősebb, mint előtte. Szóval visszajött. Úristen! Oké. Okay. Rizander. Hallgatózott? Nem ő mondja mindig, hogy nem szabad beavatkozni másokba beszélgetni. Igen. Szeretném tudni, hogy miért jött. Ők este nap kezdtél, nem tudod, mit akar tőle? Van egy tippem, ne haragudj, de fel kell hívnom valakit. Várj, miről van szó? Majd később elmondom. Ó, rendben. Komolynak tűnik, szóval Deborah. Így, hogy tudom... A nevét lehet, hogy több szerencsém lesz a többiekkel. Új feladat, most, hogy már tudod a nevét, beszélj a többiekkel. Úristen, hát nem igaz. Ott van Alexi, Armin is. Aha, kantin. Semmi baj, nincs ruháimmal, nem fogom őket lecserélni. Már nem divat a terep minta. Legalább a nadrágot te cserélhetnéd, úristen. Amikor nem mondanak, hogy jöttél vissza... Jó, intézetből. Nem, nem intézetben voltam, katonai iskolában. Mi a különbség? Már Armin is kezdi.
Van neki, hogy jó, hogy így vagyok, vagy így vagyok, vagy nem tudom, hogy vagyok. Így vagyok, jó vagyok. Tudok olvasni. Mindkettő semleges elméletbe. Úgyhogy... Hát igen, nagyon jó így, kész. Király, azt kérünk tőled, hogy csak, amit csak akarunk. Elhozzá nekem a legújabb Xbox... nem Xbox, bocsánat, Gamebox. Ezért a feketét, az nem fog menni. Abba hagynátok végre? Nyugi, csak viccelődnek veled, Kentin. Akkor is idegesítő. Jó van már. Oké, béké hagyunk egyenlőre. Akiket szeret. Oké, mit csinálsz? Meg akartam kérdezni többektől, hogy ismerik-e Deborát, hogy mit tudnak... Jaj! Szóval mit tudnak róla? Kit? Deborát, ő egy volt... diák. Nem ismerem, nem meglepő, hogy most jöttél. Kíváncsiságból? Nem, csak rossz előzetem van. Tényleg? Szeretnéd, ha beszélnék a... beszélnék a nyomozásba? Mi van itt? Mi van itt? Nyomozó csoport? Mindegy. Lenne kedved? Kettes sokkal jobb lenne. Persze, gyerünk, olmi! Ezé... Sherlock és Watson! Ez az, végre nem látlak többet, Alexi. Szegény. Ne örülj annyira, én még itt maradok. És nem könyörülök majd még rajtad, szegény kettő. Na. Jó. Na, akkor mit is csinálunk? Csináljunk? Hát mit tudom én? Nem tudom. És pont ezt mondta írva. Nem tudom, nincs túl sok ötletem. Kérdezzük meg a többieket. Oké, ha nincs... ha más nincs, az is jó ötlet. Akkor gyerünk, beszélgetésünk. Oké. Menjünk el hátra. Ott van a kémes barátnői megkezdett. Én... miért? Főleg mostanában. Ne beszélj hülyeséget, te... téged mindenki szeret. Gyere, Isten. Azt mondja, hát nem elég találkoztam egy volt diákkal, és szeretnék tudni róla egy-két dolgot. Lehet, hogy ismert Deborának hívják, és... micsoda? Úristen! Húha, semmi jót nem sütött az a reakció. Gyertek lányok, megkatálunk ezt a cafkát. Verekedés lesz! Verekedés! Gyere, gyorsan elmentek. Úgy látom, hogy jó volt a megjegyzés, se nem tűnik rendes lánynak ez a Debora. Épp ellenkezőleg. Tévedtem. Hogyhogy? Hát, ha én be nem szeretnél, akkor mennyire tűrhető lehet. Jaj, tényleg, az ellenségem ellensége a barátom teória. Igen. Na, hol megyünk? Ide megyek. Nincs senki. Ah! Az senkinek nincs baj ezzel a csajjal. Biztos tévedsz. Ah, minden... de nem fogok tévedni egyébként, ezt most megmondom. Nem jött benne teljes glúzérbizté. Oké, na. Mi az, ami ennyire nem tetszik neked? Mind a három semleges, úgyhogy lényegtelen melyiket választjuk. A megérzésem súgja. Nem egy kicsit műnek tűnik. Nekem egy kicsit műnek tűnik. Mondja ezt közös mosolyra az arcán. Jó. Szépnek képzeli magát a sminkjével, meg a kihívó ruháival pedig még csúnyább, mint előtte volt. Á, ő is látta Deborát. Ne aggódj, én bőr, neked sokkal jobb a stílusod. Olyan csajnak tűnik, aki éjszakánként kiáll az utcasarokra. Szerintem is. Nagyon közönségesnek néz ki, a bokádig sem ér fel. Ráadásul szörnyös minket, ott hozzáragad, aki puszit ad neki. Jézusom, suttog. Ilyeneket lányok között is beszélgetések? Félelmetes. Nem, ilyenek a cafkák közötti beszélgetések. Mi ez az epizód? Mi ez az epizód? Néha nem tudom. Na. Szia Iris, nemrég találkoztam egy volt diákkal, Debora a neve. Ismered? De komolyan, Debora visszajött? Ez szuper! Ó, ezek szerint szereted? Persze, nagyon kedves és mindig segített nekem matekban, amikor nem értettem valamit, egy kicsit olyan, mint te. Hogy gondolod? De jó. Igen, te ne hasonlítgass, mert úgy képen törőlek, hogy... jó ruhát. Jó ruhát. Na, igen, viselkedésileg mindig készen állt, hogy segítsen másoknak, remélem nem változott meg azóta, megyek és megkeresem. Nem tudod, hol lehet? Ne haragudj, de nem. Nem baj, de majd csak megtalálom. Akkor szia, ha itt van a Debora, micsoda meglepetés. Lehet azért érzed magad veszélyben, mert hasonlít rád, na meg félsz, hogy átveszi a helyet? De ne aggódj, ez nem következhet be. Dehogy nem. Dehogy, egyáltalán nem erről van szó. Iris mindenkiben csak jót látja. Kérdezz meg valaki mást? Ahogy gondolod? Kit kérdezzünk? Jézusom. Igen. El fog fogyni az akciópontom. Fuck yeah! Beszéltem Deborával, egyáltalán nem változott, úgy örülök. Tényleg? Igen, uráink kívül semmi nem változott, pedig ez pedig nagyon jól áll neki. Én is szeretnék ilyen csinos lenni. Egyébként csinosabb. Na, azért mondom. Hey.
Jézusom, visszajött egy diák, tudtad? Igen, néhány percet tudta, megismered? Nem nagyon, de tudom, hogy jó fej. Nem sokat beszélgettem vele, mert nagyon el volt foglalva az én éléssel, én pedig voltam, akkor már akarsz. Oké, szereti a zenét? Jó kis csaj lehet. Úristen! Ez ki az? Jó van, csak közben TeamSpeak-be bejelentkeztek, semmi problém. Na, itt vagyok, csak közben a TeamSpeak-en beizélődött, nem mindegy. Csak azt mondja... Nem tudom, hogy előbb Irissa volt, hogy... Aha, igen, a szóló karrierről volt szó, hogy azért mentem a suliból, mert felfedezték a zenekarával. Zenekar, ami játszott, az biztos tetszenek ezt ilyenek. Kezdem kapizsgálni a dolgokat, de nem nagyon tetszik a dolog. Nekem sem. Castielhez jött. Én azt én is tudtam. Akkor miért kérdezted? Fölöslegesen mentem oda hozzá. Aj! Öcsém. Valaki az alaksorban. Persze, hogy nincs. Elfett az akciópontom! Úristen! Úristen! Mindjárt csinálok vele valamit. Na, itt vagyok szóval. Igen, csak menjünk tovább. Azt mondja, hogy miért kérdezel ennyit Debóráról? Mert most összezetem van vele kapcsolatban, tényleg, pedig kedves lány, tuti mindenki ezt fogja mondani. Ja, örülök neki. Kemények az utcára, folyosóra, mindenhova. Iris, szerintem mindenkitől Debora után érdeklődsz. Igaz ez? Igen, túlságosan kíváncsiak, hogy mivel te nem mondtál nekem semmit, se nem előtt tisztázni akartam valamit. Mit szeretnél tudni? Ki ő azon ki, hogy egy volt diák? Castiel ex-barátnője. Tudtam! Ex? Mit tudod, hogy már csak ex? Ex. Castiel sosem akart beszélni a dologról, ebben az időben ismerkedtünk meg, és láttam, hogy eléggé felkavart a szakításuk, nem akartam feltépni a sebeit. A lány hagyta el Castielt? Igen. Akkor most miért akarja látni? Ez az, amit én sem tudok. Lehet, hogy meggondolta magát, szeretnék beszélni az illetékessel. Az egy kicsit egyszerűbb lenne, de sajnos nem érem el. Rizonda elégzatottnak tűnik, úgy látszik felkavarta a dolog. De a Castiel-es történetén kívül sem nem tudtál meg róla. Rosszat! Nem igaz? De megbántotta Castielt. Nem ítélhetjük meg az emberek az alapján, amilyen szerelmét életük? Biztos jó oka volt rá, hogy szakítson vele. Te kinek a pártyán állsz? Természetesen az igazság pártyán. Aj, Istenem! Öcsém! Aj, Istenem! Mostában annyi mindenről tudnék kérni, hogy nem is tudom, mit tegyek a címlapra. Igen, azt mondtam vele az előbb, egy csomó dolgot akar mesélni nekünk, de előbb körbe megy, hogy köszönt, és mindenki elbeszélt rólad is. Tényleg mit mondott? Azt, hogy tegnap kedves voltál, mesélítettél neki megkeresni Castielt. Akkor semmi gonoszat. Ha-ha-ha. Ha-ha. Még mindig kételkedsz? Még egy pozitív vélemény, és megadom magam. Megkérdezte tőlem, hogy Castielre beszéltünk-e az ajánlatáról. Milyen ajánlat? Hármasban nem lehet. Nem akar többet mondani, remélem, nem azt szeretné, hogy játszon a zenekarában. Na, akkor az A semleges, a B rossz. Tök is egyetértek veled. Hát én is azt mondom. Mi van? Találkozsz a Deborával? Igen, én örültem, hogy újra láttam, jelzett nekem. Mindenki így! Mondhatok volna, hogy az egyik diák elment évközben. Ne haragudj, azt hittem, tudod, megvetted nekem az albumokat is. Nem emlékszel? Várj, az az ő zenekara volt? Igen, azt hittem, tudod. Mondtam, hogy kezdő zenekar. Nem gondoltam, hogy kapcsolat a két dolg között. Sajnálom, minden esetem majd meglátod, hogy kedves lány, biztos vagyok benne, hogy jól kijöttök majd egymással, aha. Látod, a semmin aggódtál? Aha. Ezért még szeretném tudni valamiről. Lenne kedved meghallgatni velem Debora levezét? Persze, szívesen. Sosem vagyok egy jó... Nem, de gyorsan elmegyek megvenni. Istenem. Új feladat. Vedd meg Debora levezét. De mi van? Én? Annak a kának a levezét? Én vegyem meg a levezét? 17 pízér? Na. Debora lemezze, ugyanezt az albumot vetted meg Melodinak születésnapjára. Cse. Cse, cse, cse. Az nem úgy van. Na, jó, van mindegy.
Jó. Megvettem a lemezt. Na megvan. Nem fogom, sem mondtam, hogy átment a másik terembe, mindegy. De megvan, igen, itt van. Király, akkor hallgassuk meg, nálad van a CD lejátszó? Nincs, otthon van. Megválasz, elmények kerte. Oké, itt várnak. Sétálj a suliban, és várd meg, hogy Alexi visszajöjjön. Jó. Itt van. Az igen, csak kértem az osztályteremben. Most már meghallgathatjuk, nem volt egyszerű, de végül is megtaláltam a régi lejátszomat. Leült mellém, és fejemre sorolva, és helyen ezt a fejlesztésük a enyhez. Aha, aha. Az, oké. Egyébként... mind a kettő semleges válasz. De azt hiszem, hogy ha a sóhajtásra mondjuk, akkor tovább lehet beszélgetni. De ebben nem vagyok biztos, mert már elfelejtettem. Sóhajtok inkább. Mi az? Kár, hogy nem vonzódsz a lányokhoz. Ha-ha-ha, ne haragudj, de nyugi, ellenkező esetben biztos bejönnél nekem. Köszi, elkezdtünk hallgatni zenét. Nem voltak rosszak a számok, de azért annyira jók se, hogy többször meghallgassuk őket. Deborának szép hangja van. Volt, nem van, volt. De nincs benne semmi igazán különleges. Nem rossz, de kicsit unalmas ez a zene, nem gondolod? De akár azt is azon összeni sokkal jobbak voltak. Lehet, hogy ezért jött akkor kérni, hogy segítsen neki jó számokat írni. Az logikusan hangzik szerintem is. Na ne vágd már ilyen képet. Nem mehet csak úgy el a gimiből. Szűnek is bele kell egyeznie. Nem tudod, tudtad, hogy szabadon intézkedett a saját ügyében egyedül is meghozhatja az ilyen típusú döntéseket. Akkor is tudni, hogy feleslegesen aggódsz. Remélem. Ezeket meghallgatom, hogy a foscsi. Aztán még támogatom őt, tehát Deborát támogatom azzal, hogy megveszem a saját, vagy az ő lemezét. Tehát ez bejön nekik így bevétel. Na mindegy, semmi gáz. Amúgy elég kihívó képeket csatatott a borítóra, bár az általában jellemző a sztárokra. Ez elég messze áll attól a képt, amit egy kedves segítőkéz lányról képzelünk el, nem gondolod? De, lalalala. Na mindegy, igen. És akkor ez egy eldöntető kérdésünk. Egyébként mind a kettő... Áááá, bevertem a kezemet! Áááá! Egyébként mind a kettő totál semleges. Úgyhogy... Attom... Hát nem tudom. Mindegy. Lényegtelen. Jó van. Mi hol menjek? Oké, hát ennyi. Na. Szóval, összefutottam a tesómmal, aki szerint folytatni szeretnéd az információkeresést Debráról. Egyébként az A rossz, a B azt hiszem semleges. Ja, igen. Akkor B ilyen semleges. Hát, Emma? Nem, Debóra. Majdnem eltaláltam. Az azért nem mondanám. Na, nem tudom, mit csináljak, nincs sok kedvem tanulni, bár, vagy bármi más csinálni a sulival kapcsolatban. Segítek neked infokat gyűjteni ezzel a csajjal kapcsolatban. Igen, igen, az jó lenne, bár nem tudom, amire induljak tovább. Na, szóval. Azt mondja, úgy csináljuk, mint az ész atoniban. Bemegyünk abba a helyiségbe, ahol szeretünk, a nyomok vannak. Aha. Az mondja, az első kettő semleges, az utolsó a C, az viszont rossz. B. Jól áll neked ez a szerep? Szerintem is. Ha? Azt mondja, az A az rossz, a B a semleges. Nem ez az első dolog, hogy ami a szemű jutna majáról. Még most sem talált. Az erdő nyomok után kutatni? Először Peggy most meg te mindenki tanáriba akar vinni. Azért ez már gyanús! Nagyon gyanús! Azt mondja, Peggy is be akart menni a tanáriba? Igen, hogy eljöjjön, miben mesterkednek a tanárok. Annak mi is utána járhatnánk. Persze! Egyébként nem fura, hogy mindenki bemegy, csak úgy kedvére belopózik a tanáriba, és sosincs bent senki. Nagyon, nagyon érdekes, nagyon fura. Tehát itt a tanárok itt mindig így el vannak, nem tudom, hogy merre járnak, vagy valami. Azt mondja, nem lehet könnyen bejutni a tanáriba. Mi az, hogy nem lehet könnyen bejutni? Hát fogod, az bemész. Azt mondja, keresd meg Mr. Freeze, és kérd el tőle a tanári kulcsát. Hát ez... Na jó van. Nem lehet Mr. Freeze-t? Na. A B-teremben volt az előbb, szerintem még ott van. Köszi. Ja, Istenem! Emma a neve. Dehogy Alexi mondta jól, de én mindenre tudjuk az ügyön.
Ezt a Freeze be tudjuk menni a tanáriba. Furán néz el, mire mosolyog. Mi történik? Na, itt van Mr. Freeze! Ez az állami meg kell, hogy hagyjam már beszélni, úgyhogy hagyom is. Jobb a tanár úr, bemehetnénk a tanáriba egy dologért, kérem. Ez egy nagy ötlete. Ó, hát sajnálom, de nem adhatom oda a úgy oda a kulcsot. Mi kellene onnan önöknek? A játékom azt szeretném visszakapni, amit az órán elvettek tőlem. Azt mondták, visszakapom, mielőtt hazamegyek, de sajnos nincs ott senki, aki oda tudná adni. Jaj, már tudom, miről beszél. A kis asztalon van. Nem én kaptam SMS-t, ha-ha-ha! Tessék, de utána azonnal hozzák vissza. Oda tárolnak a kulcsot? Természetesen. Oké. Na látod, én megmondtam. Ha oké, ha menjünk. Nem is kellett volna, hogy elvegyék tőlem. Ninja mód, hogy csöndbe jutott. Játottam vele, amikor... Ninja! És ninját játszik. Na, mindegy, menjünk már. Haladjál. Menj a tanáriba. Főfolyosó. Azt tudom, hogy hol a tanári. Mindig elfelejtem. Oké, persze. Dehogy ne aggódj. Hát nem aggódok, úgy vagyok a helyzetnek. Jaj, öcsém, ez egyre jobb. Hoppá! Látok, hogy nem fejünk fel egy más. Szek, úristen. Oké, oké, lehet, hogy igazad volt. Azt nem hiszem el, meg fognak minket ölni. Á, nem. Ezt úgyis meg kell halnunk. De mi ez a felfogás? Öcsém, mi van itt? Mind a kettő semleges, úgyhogy... Azért akarsz meghalni, visszaszerezted volna a játékodat? Ne viccelő, hogy ez ez most nem alkalmas, inkább segíts beszélni, csak elkemozítjuk a szekrényeket. Hát, nem. Várj, elmozod a szekrényeket, biztos nem. Nem fognak eldőlni? Dehogy, ne úgy, nem vagyok a helyzetnek. Aztán, hogy azt mondtad, kicsi, hogy beszarok. Vagyis, a csudi mudiba. Most még banda figyelek, akkor figyeltem, hogy lássanak, nem dőltek rá a szekrények. Ez a falhoz, nem tudom minél jobban elmozdani. Így nem érik el a kulcsot. De ott vannak, csak nem messze meg. Izé. Meg tudod, hogy tuti közben. Aha. Jobb lenne, ha előbb átöltöznék. Átöltöznél? Különben összepiszkolod magad. Szerintem egyszer se tagították ki ezt a izé. Jó, akkor megyek át. Már mi? Menj vissza a gimibe. Nyilván tudod, se sapka, se táska, se kabát, se semmi kiegészítő. Óhogy... Hallod? Figyelj, öltözz át! Öltözz át nyugodtan! Mondom, jó! De várjál! Semmi kiegészítő, se sapka, se kabát, se táska, se nyaklánc, nyaklánc se, se semmi karkötő, és én mindent leveszek, ha halljak bele. Semmi kiegészítő ne legyen rajtam. Jóváhagyás! Úgy fog kinézni, mint egy csudi-mudi. Jó van, jó lesz így, na. Szóval visszamegyek a gimibe. Na, visszamegyek. Visszajöttem. Készen állok. Kényelmesen érzed magad? Igen. Ha levettem egy csatot a fejemről, meg egy csuklópántot, de egyébként tökre kényelmesen érzem magam, igen. Beslisszant a szekrények és a fal közé, épp hogy elfértem, elkaptam a kulcsot, és majd kijöttem. A tiszta pol lett. Jó van, már tök mindegy. Nem mozdulj. Kért néhány pozitát a hajomból. Gyerünk, nyisd ki az ajtót. A szekrényeket szerencsénk volt, de éppen nem jött senki. Igen. Tudom csak, hogy mindig kell lennénk, aki véznább, mint mi. Na, bejöttünk, oké. Okay. Mentünk a tanárival. Ó, itt a játékom. Játékkonzolra. Most pedig nézzük azokat az infókat a Szonyáról. De hát ez persze. A csudi-mudiba. Debornak hívják, feladom. Szonya! Végignéztük a diákat, azt jelenti, de semmit nem találtunk. Én még csak most érkeztem, hogy mondhatják már is, hogy túlságosan figyelmetlen vagyok az órákon. Tedd le a dossziét! Ám minden azért jöttünk. Inkább nézd meg te és Tildet, ahelyett, hogy itt papolsz nekem. Na mindegy. Mind a kettő semleges, úgyhogy én azért megnézem. Itt van. Fémi dossziét. Mi van benne? Azt, hogy többet kéne tanulnom. Mint én? Csap bele. High five. Tehát a csap bele, az high five. Oké. Okay. Tehát nem sikerültek valami jó a dolgozataim. Oh, itt van Deborah dosszia is. Szuper, ráadásul még lehet is jól mondtad. Csak téged húztalak anyád.
Azaz, a csodimudiba. Oké, ő is olyan kis vicces, mint a tesója. Szóval jó tanuló. Jók a jegyei, ó. Kicsit túl sok időt tölt a folyosón, ismerek még valakit, aki ez jellemző. A bennetek van a hasonlítgatást. Attól semmi rossz dolga nem élnek róla. Nem kell félnünk. Nem akarta felgyújtani az iskolát. Látom. Na. Itt beszéljünk róla. Gyerünk, menjünk. Gyerünk, menjünk, 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 menjünk. Oké. Na, mit akarsz még? Semmit azt mondani, csak képzelődtem. Örülök, hogy ezt mondod. Ne aggódj, biztos jól kijössz majd vele. Aha. Na, visszadom Mr. Freeze-nek a kulcsot. Szia! Azt mondja, hogy mind a kettő semleges. Mit tudom, hogy legyen A. Azt mondja, új feladat, töltse kis időt Armin-nal. Ő, oké. Azt mondja, hogy szeretnék vele beszélgetni, hát beszélgessünk. Még a kedvenc színed? Mit gondolsz rólam? Szép idő van ma. Jézusom. Egyébként A, B semleges, a C meg rossz, úgyhogy legyen mondjuk még a kedvenc színe. Azt akit nagyon szeretem, jó szokott állni a csajoknak. Ó, értem. Értem. Meg van. Ennyi. Megbeszéltük. És akkor ilyenkor mi van? Szabad a játék. Há? Hello? Jézus Mária, Szent József! Egyébként, emetleg a folyosó végén kéne lenni Árminnak. Ah! Itt is van. De ahhoz képest jól megszabadott a játék, levett jó 15 akciópontot, úgyhogy megint el fog folyni, úgyhogy tök jó. Azt mondja, ott van már Mr. Freeze, adom neki a kulcsot. Szia, szia! Látom, ő is a dolognak. Na, új feladat, menj a gimibe és menj szét. De nem akarok más, nem is tudni róla. Humoros a helyzet. El fog fogni az akciópontom. Ha, de jó. Na, szóval. Most mi van ilyenkor? Teendimet most már meglesem. Menjünk el a gébe, ha meg szeretném még valamit tudni Debóráról. Ha nem akarok semmit, hagyjanak békén. Bejöttem a gimibe. Egyébként még lehet találkozni, azt hiszem. Á, idegesít Alexi az állandó beszólásról, csak viccelődik veled, tudni, hogy amúgy kedvel. Attól még idegesítő, még mindig nyomozol az új csaj után. De Debor után nem letettem a dolog, igazából nincs baj vele. És tudom már miért jött? Nem, ez még mindig rejtély. Remélem Castielért jött, ha elvinni nem kellene tovább is elviselnünk. Az A az rossz, a B meg C meg semleges, úgyhogy... mit tudom én, ilyen mondjuk... C. Az az idiótával, én inkább mondanám, hogy Jörsulihoz tartozik, fura lenne, ha nem lenne itt. Szeretném tudni, mikor mit akar tőle, bárcsak több infóm lenne. A zenekaráról, akkor tudnám, hogy jobban vannak. Vagy vele az együttes tagjai. Azt hiszem, volt kezdeni egy magazin telap, amely róla volt szó. Szóval lehet, hogy még mindig pincében van, vagy az öltözőben. Jó ötlet. Nem volt túl dicsőítő cikk, ha jól emlékszem, úgyhogy érdekes lehet. Ne jedd bele magad, lehet, hogy Kesti elvitte magával, és mivel ma nem jött suliba. Tudod, hogy ilyen ártatlan. Aha. Ártatlan? Dehogy, egyetlen nem. Na, itt ennél a dolognál el lehet, meg lehet csinálni azt, hogy jöjjön, minket elkísérjen, és el is fog kísérni. Tehát, hogyha az A, akkor jössz velem. Hát oké, ha szeretnéd, szuper, akkor menjünk. Oké, úgy látom. Egyébként, ha meg arra mentek, hogy nem, akkor nem, tehát ennyi. Ruhatárba. Az merre van? Az erre van, ugye? Öltöző. Azt mondja, vajon hova rejtehetett ezt az újságot? Szétnéztem mindenőt, de nem találtam semmit. Csak egy ledobott szabadidőhorsót, és egy az ott lezond egy egyfizetet, amit ezek szerint megint elvesztett. Fú, fogalmam sincs. Ezt már elfejtettem, látod. Hát, szerintem felveszem. Nem találtam semmit. Nem találtál semmit? A kérdés? Nem, és te? Én se kíve, ha számít egy csomag papír zsebkendő, akkor a pincében lesz. Ja, vagy Castiánél, ha beszélgetés vége. Akkor... Ezt rég nem láttalak.
És jó is volt úgy. Hihi. Anyád. Azaz, a csodimudiba! Feléltem a haját. Azt mondja folyosó. Igen. Na, megtudtál valamit? Nem, ki akartam kapcsolódni, azzal írok egy kicsit, de nem találtam a füzetemet. Ó, én megtaláltam az ötözben, tessék. Tényleg? Köszönöm, végre egy jó hír. egyébként, ha nem vagytok jobban Lisandrára, tehát nem ilyen a mérőtök, akkor itt A és B és C lehetőség lenne elméletileg, azt hiszem. De ugyanúgy, ha az A-t választjátok... Várjunk, hogy is van? Már várjunk, most emlékeznem kell, mert ez most nem most volt a 15. epizód a külföldi szerveren. Várjál. Tehát úgy van, hogy az A, itt az A hely, le fog csúszni az A válasz, akkor ha A, három izétek lesz, akkor le fog csúszni a második. Hát az A lesz akkor a B, és az A helyett egy olyan válasz lesz, hogy... Igen, elhagytam az öltöző, mindig, nem tudom, trehányra valami hasonló lesz, de mindegy. És azt nem kell, nem szabad választani, mert hogyha jobban vagytok vele, akkor semleges, nem vagytok jobban vele, akkor mínusz, te leviszi fog minden a kapcsolatokat. Tehát, akkor is vagy a B-t választátok, vagy a C-t, illetve itt, mivel ha csak a kettő van itt, akkor vagy az A-t, tehát az semleges, a B meg azt hiszem, az meg felviszi, ha jól tudom. De csak akkor viszi fel a B a dolgot, hogyha jóba vagytok vele. Tehát, hogyha egyébként meg semleges. B. Aha, a végén még csinálok egyet. Végül látom mosolyogni. Na, következő. Gyakran elveszíti? Igen, elég gyakran. Én a szemüvegemet vesztettem el néha, ez az ellopták. Szerencsém már nem kell holdanod. A kontaktlencsét is tuti el tudnám veszíteni. Az sokkal nehezebb megtalálni, úgyhogy inkább vigyázz rá. Amúgy kezdek kicsit éhes lenni. Nincs kedved Nincs valami kajád? Nincs, ne haragudj. Ó, kár. Keresetni neki valamit enni. Elkezd menjünk a lépcsőházba. Ide a alaksorba. Te azt az újságot, na vajon hova rakta? Mindenhol nem lesz, nem tudom. Nem tudom semmit. És nem. És te? Na. Semmi kéve a magazit, amit keresünk. Na. Tehát itt is van az, hogy van A meg B. És akkor ugyanúgy az A semleges, a B leviszi. De... úgy van, hogyha a B-t választod, egy picit leviszi. Ezt most be fogom játszani igazából, mert ugye meg is nézem, hogy mennyi, hogy hívják, hol vagyok a kedveskével, úristen. 45%-ba vagyok. És... mi van? Vissza. Vissza. 69-76, Lisandre 100. Ha, már kezdtem megijedni. Mert ha a Castiel megbánt, akkor Lisandre fog futni. Oké, megbeszéltük. Oké, mit akartam? Ja igen, szóval, hogy le fog menni, szuper, mert le fog minket szídni, hogy nem Ken vagyok, hanem Kentin. Na de, itt most le fog menni. Mérő? Látjátok? Kentin, ne hívj többet. Hennek. És akkor, ha az át választjuk, akkor plusz két plusszal megy följebb. Tehát, amely vezetettünk, az is felmegy, meg még pluszban még megy fel. Ja, azt hiszem. Mondjuk, ha te hívsz így, az nem zavar nekem egy magazint. Na, most erről beszéltem, tehát... És nem tudom, hány százalékon vagyok, ezt még gyorsan meg kell kukkantani, mert mennyi voltam? 46, ugye? És most 50, tehát azért ment fel. És ha azokat nem tudtuk volna, amiket ott voltak a válaszok, azok meg semlegesek lettek volna. Tehát így azért 4 ponttal növeltük. Na, mindegy. A cikk szerint összeveszett a gitárosával, aki azután elhagyta a zenekart. Félbe kellett hagyni az új albumok készítését az arra az időre, amíg nem talál más a zenész helyett. Kedves lány, de egy kicsit el van kényeztetve, legalábbis az alapján, ami ide van írva. Tudtam, hogy nincsen rendben. Ja, bár ez csak így egy cikk. Nézd meg Peggyt. Ő sem mindig olyan, ami a dolgokra ír, amiket igazak. Azt mondja, hogy... Na, meg azt mondja, menj vissza, és beszélj Deborával. Mi van?
Oké. Visszajöttem. Nézd, Andali, valamit ír. Zavarhatlak egy kicsit? Persze, mi történt? Elment a gitáros, azt szeretném, ha Kászter csatlakozom az együtteséhez. Pont, pont, pont. Nemet mond. Nem szeretném, ha elmenne. Vizanter? Ó, ne haragudj, elmondtam valamit. Bocsáss meg, de most mennem kell. Később találkozunk. Rendben, szia. Oké. Ez már túl hosszú ez a videó. Menj vissza sőbe és beszélgess Debórával. Hát ez ki akar vele beszélgetni, én nem? Miért nem találtam, akit kerestem? Nem könnyű veled összefutni. Sokat vagyok a folyosón. Én is. Sosem maradok sokáig egy helyen. Azt hinnék, hogy ez egy erősíti az ismerkedés, de ez nem igaz. Ha mindketten így teszünk. Ja. Azt mondták, hogy sokat kérdezgetsz felőlem. Felkeltettem az érdeklődésed egy kicsit. És félsz tőlem? Mert egyszerűbb lenne, ha közvetlenül nekem tennéd fel a kérdéseidet. Na, oké. Mit is kell nyomni? Egyébként halványi gőzöm sincs, hogy melyeket nyomjam, mert tökre elfejtettem, úgyhogy egész szület... mindegy. Keresek valami kifogást. Mindegy, kerekperec, megmondom. Csak azért nem akartam veled beszélni, mert nem bízom meg benned, és amiket megtudtam róla, csak még inkább erősebben az érzésben. Legalább őszinte vagy. Mivel érdemeltem ki ezt a véleményt, hiszen téged mindenki kedvesnek tart, és drágálatos emberön kívül, ez viszont éppen a te javadra írható. Te is kérdezősködtél utánam? Mondjuk úgy, hogy sokszor hallottam ma a neved, tudni akartam, hogy miért. Utána félsz tőlem, hogy te kérdéseiddel? Ha, nem rossz. Bocsánat, az nekem dolgom van. Mit tehetnék azért, hogy jobb szemmel néz rám? Nem vagyok gonosz, sőt, azt mondták nekem, hogy jól kijöhetünk egymással. Nekem is ezt mondták. Akkor mi a baj? Miért nem bízunk a többiek megérzésében? Azért, mert szeretném, ha Kastiel velem jönne? Azért is, és azért, mert... Na, chapter 2, mert szólt a telefon. Azt így mondja, hogy... Azért is, és azért, mert még van három ember, akit nem kérdeztem meg, pedig számít nekem a véleményük. Három embert. Lizander nem beszélt rólad, azaz nem elég részletesen, csak annyit mondott el, hogy kivel jártál. Nem túl bőbeszédű, úgyhogy tőle nem fogsz sokat megtudni. Csodálkozom is, hogy egyáltalán hozzád szólt. Kastiel nincs ma itt, úgyhogy vele se tudtam beszélni. Ő azt fogja mondani, hogy jártunk rosszul, alakult a szakításunk, de hogy ez már csak a múlt. A tanyagyemét is hallottam még, mert ő sem volt ma itt. Á, Nathaniel, foglalkozol azzal a Striberrel? Igen. Nem kellene, ő egy megrúzott hazudozó. What the fuck? Szerintem nem ugyanarról erről beszélünk. Megmozdult, hogy elindulhassak. Várj egy percet, elkapta a karom, hogy megakadályozzon az indulásban. Mi van már megint? Úgy tűnik, hogy gondolkodik valamin. Jaj. Hogy már fájt? Oké, ezek szerint nincs megfelelőzésem. Szeretnéd, ha mesélnék neked valamit? Kicsi Miharu? Hú, kicsi kezdett. Nagyon, nagyon, nüzzel, nagyon, nagyon mérges. Inkább azt szeretném, hogy jelenítod a karom. Gyere, menjünk le a pincébe, ott nyugodtan megbeszélhetünk. Tetszeni fog neked, amit mondani akarok, az biztos. Tényleg valami baj van ennek a csajnak. Na jössz? Jó van, megyek már. Jövök. Na, menjünk a alaksorba, de ha... Szerintem nagyon jó volt, kedve volt, állítólag jól szórakoztatok. Tényleg? Akkor jó. Na, jó, menj már innen, nem látod, hogy az alaksorba megyek? Na, itt jó lesz. Mi akartál beszélni velem? Ha rólam kezdtél és Nathaniel, elvégre nem voltál itt, amikor lekezdődött a karrierem, pedig egy ilyen imádjából lány megérdemli, hogy tudjon róla. A legrosszabb, hogy egyáltalán nincs irónia hangjában, mintha tényleg imádnivalónak tartana. Akkor jó. Készen állsz? Jól figyelj, nem mondom el többször. Még jól felveszem videóra. Ennyi. Értem, itt már nem kell akciópont, ugye? Épp véget a próbának a pincében, ahol már körülbelül 2 hete minden este zenéltünk. Király volt, nagyon jó páros vagyunk, nem gondolod, Kastiel? Egy olyan... Ja, de... Azt mondja, egy olyan hanggal, mint a tiéd, és egy ilyen profi gitárossal, mint én, csak tökéletes lehet a végeredmény. Egyébként az A és a B is semleges, tehát... mintha most mi lennénk Debóra és járnánk Castiellel, mindenki kezdje beleképzelni magát a dologba. Azt mondja, ha mit tudom, én ezt nézem ki, de ne hívj így a suliban.
Ó, ne haragudj, annyira sok csajszis sündörök körötted, hogy szeretnél arra tenni, hogy hozzám tartozol. Gondolom, gyanítod, hogy milyen tökéletes kis páros voltunk. Neked sosem lesz ilyen részed, legalábbis nem vele. Hú, de kedves! Ne felejtsd el, hogy később találkozunk, tagadok valamit a számodra. Tényleg? Néha annyira kedves tudsz lenni, nem felejtettem el. Egy óra múlva az osztályteremben? Ne kés. Dehogy? Szia, cicus. Fülyevizetetlen vagy. Tudom. Amit még nem mondtam, hogy azért próbáltunk ilyen sokat, mert egy pasas felfedezett minket, és profi zenekart akart belőlünk csinálni. Eléggé bizott a sikerünkben, és tudtam, hogy jó oka van rá. Mindenem megvolt, hogy sikeres legyek. Az egyetlen probléma az volt, hogy egyedül akartam énekesi karriert csinálni. Azt mondja, hogy keres egy nyugodt helyet a telefonáláshoz. Egyébként ez is akciópontok kellnek igazából. Már nem tudom, miért mondtam, hogy nem kell, de pedig kell. Hát azt mondja, hogy menjünk az osztályterembe. Nem megyünk az osztályterembe. Takasterembe sem megyünk. Menjünk az udvarra. De emléleg violonának itt kéne lenni a teremben. Ez a szíva, ez a játék, esküszöm, széjjel fogom rúgni. Már bocsánat. Jó, akkor bemegyek a B terembe. Azt hiszem, itt kell majd, a menedzseremet. Jó, hello, jó napot, itt Deborah. Nem zavarom? Szóval üdvözlöm, Deb. Készen áll a híres meghallgatásra? Persze, minden esetre este gyakorlok. Nagyszerű, és mi van a gitáros barátjával? Hát, van probléma? Nem tudom, hogy beszélnem kéne a dologról. Gyerünk, de tudom, hogy a barátja, de azért nem kell védenie. Ha van valami baj, akkor tudnom kell. Jobban szerettem Kastiát, mint ahogy az a viselkedésemből kitűnik, viszont választom kellett egy iskolai szerelem és egy nagyszerű karrier között. Elég gyorsan rájöttem, hogy mit akarok. Igazából áldozata voltam a körülményeknek. Aha. Már nem jön velem a próbákra, azt mondja, hogy már a kis ujjában van, ráadásul már autogramokat is osztogat a suliban. Nehéz kimondani, de úgy gondolom jobb lenne, ha elválnék tőle. Folytattam az érvelést, amíg meg nem győztem, hogy mondjon le Castillerről. Igaza van, sajnálom, de akkor felhívom, hogy elmondjam neki a döntést. Köszönöm, győzelem. Azt mondja, letette, ha viszlát Castillert, ne haragudj, de nem szeretném, ha neved rajta lenne az albumon. Szép dolog a szerelem. Nat, mindent hallottál? Szó nélkül hagyta a termet. Várj, Nathaniel, nem tudod, miről van szó. Keresd meg, Nathaniel, mielőtt beszélne. Ha, a kis mocsok ez a Deborah, ugye? Na, akkor emetleg meg kell keresni Nathanielt. Rizandelnek itt kéne lenni az A teremben, emetleg. Ah, itt is van. Szia, Rizandel, nem látod Nathanielt? Nem, és nem tudom, hogy hol lehet. Ne haragudj. Semmi baj, a franza megtalálna, miért beszélnek ezt jellel. Most már érted, mit mondtam neked, Rizanderről? Csak veled ilyen beszédes, nem tudom, hogy mit lát benned. Jó, elmetleg itt van, dökös teremben. Menj arrébb, fogd be, szözke. Ez most nem alkalmas. Hogy mersz velem így beszélni attól, még egy idióta felfedezett, nem te vagy a világ közepe. Ez is érzem, hogy van mellettem. Elmetleg itt kéne lennie, nem? Vagy van még terembe, elméletbe. Castiel, kell mondani, hogy még nem beszélt veled az idióta. Castiel? Mi lett a Titussal? Ha, igaz, Titus. Nem, hát Nathaniel? Nathaniel, de elszabadottunk az előbb. És meg kellett, hogy halkítsam le a zenét a próbák során. Nem gondolod? Hát, ott van mögötte apuc anyucia, úgyhogy rendes diáknak kell tűnnie. Nem arról van szó, hogy rendes diák vagy sem. Éjszakáig itt maradtan ugyan nem félelmetes? Ha ilyen húgom lenne, én is inkább a soriban mutatném az jobb időmet. Furán hangzik, hogy Nathaniel partját fogta, nem igaz? Kapizsgálod már, hogy mit történt? Kicsi Miharu. Aha. Nagyon sápat vagy. Minden rendben? Igen, persze, ne haragudj, de most mennem kell. Jossal mielőtt elmondanám valakinek. Úristen. Itt van. Haha. Fölös jelzett a szádat, nem fogom elhinni, hogy... Amit hallottam, szimpla félreértés volt. De na, szeretem Castiel, sosem tennék vele ilyet. Ne hív így, tudomásom szerint nem vagyunk barátok. Nem, de lehetné még többek is, biztos vagyok benne. Ez egy tafka! Mi az az ostobaság? Mindig is felfaltál a szemeiddel, Nat. Szerettél volna járni velem, nem igaz? Képzelődsz, egyáltalán nem vagy az esetem.
Én megetvennék az ellenkezőjére. Letettem a kezemet a mellkasára, és zsengedennék a tanári asztalhoz. Úristen! Túlbecsüled magad, Debora. Azt hiszed, hogy egy szemplőrbeteggel mindent elérsz? Hát, nálam nem. Gyerünk! Ez a mi kis titkú marad, én pedig vagy. Valahogy lerázom a menedzserem, és téged veszlek fel helyette. Jó, nagyon rendes és megbízható vagy, tökéletes lennél erre a pozícióra. Hagyj békén, mert komolyan megharagszom. Zsannát kérlek, tényleg nem ezt érdemli, senki nem érdemli meg, hogy olyan vipera legyen, mint a barátnője, mint te. Azonnal szállj le rólam. Nem. Mi a... Castiel? Az egy vicc. Na, hogy másodkategóriás mi vagyunk, vagy mi? Milyen jó Isten, tám parti lesz! Ne kelj a védelmére. Mi? A védelmére? Ó, azt hiszi, hogy Nathaniel letámadott. Ha, nagyon nagy szerencsém van. Nyugodj meg, Castiel. Ez a kis cafka is mondja, félted a helyzetet. Hallgass meg. Úristen! Megvártál őt! Menj innen, Debora, azonnal! Ellátom a baját! Idióta, mielőtt bármiféle következés levonnál, azt mondja, hallgass meg, hogy nem akarok, azt mondta, kezdem, mit gondol ez a kis cafka. Ez ott Kastél és Nathaniel első verekedős, Lysander, Kim és énből is Iris kellett hozzá, hogy szétszedje őket. Álmomban figyeltem a dolgok alakulását, én voltam a szegény kis Debora, akit a dökös elnök rossz útra akart téríteni. Nem zseniális? Hogy a mocskos életbe? Mondd el Castielnek, mi történt? Az az új feladat. Na akkor. Aha. Elméletben. Itt lesz a tonateremben. De nem. Akkor bajban vagyok. De itt lesz. Jézus, nem kellett volna. Anyos, hanem ráadásul jóban voltatok. Ha te kedved bármit, csak szólj. Iris magunkra, hogy ne kérlek. Mi történt? Miért tettél ilyen komoly? Persze, sajnálom, ami történt, Castiel. Elhagyta a termet. Az ebből felhívott a menedzser. Tényleg? Az gyors volt. Ezért volt olyan sápa, tudja, mert neked is elmondta. Sajnálom, Cicus, én megpróbáltam meggyőzni, hogy megtartson, de szerint egyedül többre vinném, ha tudnád, mennyire szomorú vagyok emiatt. Azt mondja, oké, gáz az a nap, bla bla bla, elolvassátok majd, oké. Micsoda? Most elmegyek albumot készülni, később pedig lehet, hogy városba kerülök. Nem lesz időm arra, hogy veled lehessek. Jobb, ha most békén ben elválnak útjaink, mintha több hónapig beszegszünk a távol létel, miután szakítunk. Békében? Most szórakozol velem? Citrus, ha tudnád, mennyire sajnálom. Így szakítottunk Castiel, nem lett különösebben mérges, és nem is könyörgött, hogy maradjak vele. Ez egyébként majdnem sértő volt, de legalább egy teher leesett a vállamról, és végül egészen jól alakultak a dolgaim. Végre, Istenek. Visszatt a kérdés a befejezéshez, menj le a pincébe. És elfogyott az akciópontom. Most fogyott el. Na, tetszett a történetem? Milyen meseted ezt el nekem? Azt hiszed, hogy nem mondom el senkinek? Mindent elmeseltem neked, azt hiszem, még te is elfogod. Fel tudod fogni az üzenetemet. Nem tudom, miről beszélsz. Hát, mindenki megbízinem, és ha akarod hitetni, hogy gonosz vagyok, akkor úgy fogsz járni, mint Nathaniel. Senkit nem érdekelt, hogy mit akart mondani, mindenki irigynek tartotta, amiért el akarta rabolni az osztálytársa barátnőjét. Ha te úgyis ugyanazzal a szöveggel jössz, akkor ugyanúgy egy irigy kisajnak fognak tartani, soha nem felol, érted? Örülök, hogy ezt megbeszéltük. Finoman megveregette a hátam. Én is úgy megveregetném valamiét. Na mindegy. Most mit csináljak? Hát, na vajon mit? Na, szóval. Azt mondja, mit kell csinálni? Veszem. Okay. Szóval. Okay. Nem is tudom, hogy mit gondoljak. Jó volt megérzésem, de nem mondhatom el senkinek, már akkor is panélosnak gondolnak, amikor elkezdtem nyomozni. Még én is tudtam, hogy mi lett Castiel és Nathaniel lel, és most miért nem jöttek ma suliba. Ez nem a legjobb napom. Itt vagy? Há, hogy ne? Ki vagy? Na. Várjátok, nem maradtam az események tömkelegéről. Aha, eszembe jutott a helyzet. Lysanderrel fogunk. Akkor ezt kell választani.
beszélgetni. Azt mondja, van valami baj? Nincs, csak egy kicsit fáradt vagyok. Hosszú napod volt? Igen, eléggé. A karakterem egy szál izébe van már, bocsánat, de felöltöztetem. Elnézést, de csak egy szál semmibe van. Egy bugyiba. Jézusom. Na, ehhez illő szoknyát kéne keresni. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem. 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 Na jó, legyen így. Legyen Naci. Naci jó lesz. Naci. Ez itt szó. Az. Nem szabad. Semmit soha nem szabad. Soha nem szabad semmit. Az így jó. Satszper kb. Mondjuk most már kezébe valamit, mert nem hiszem el, hogy izé. Jaj. Inkább ne adjunk kezébe semmit. Bocsika, csak ezt itt most gyors. Ez itt jó lesz. Na. Most már jobban néz ki a karakterem. Szóval, menjünk vissza Lisanderhez beszélgetni. De csak egyszer bugyiba legyen már ott azért. Na szóval. Igen, hosszú napod volt? Hát igen. Igen. Azt mondja, megint megpróbáltam felhívni Kestiel, de nem választol. Nem tudom, hogy mit mondhatott neki Deborah, és hogy Kestiel hogyan döntött. Kicsit aggódom. És azt hiszem, itt a B-t kell nyomni. Azt hiszem. Na, akkor... igen. B. Sóhajt. Azt mondja, jaj, nem kellett volna ezt mondanom, ki kell találnom valamit. Nyugi, Lisander, még ha el is megy, akkor is visszajön, mert hogy lásson minket. Igen, ez de már nem lesz ugyanaz. De na, csak örülhetek, hogy nagyszerű karját fut be, nem igaz? Tudom, hogy önző reakcióm, ha erre akartál kiukadni, de hol csak azt akartam mondani, hogy minden rendben lesz. Biztos vagyok benne, hogy feleslegesen volt, hogy végig az epizódnak, hála Istennek. Sóhajt, zárókép. Halleluja! Semmi probléma, nyugodj meg! Menjünk haza! Te meg mit nézel, ha? Végül sikerült kicsit felvétenem Lisandert. Utána röhögtem azt. Nem röhögtem, csak majdnem. Utána rögtön hazamentem. Csak Deborah-ra tudtam gondolni, meg kell akadályoznom, hogy újra kárt okozzon valakinek. Vagy nekem, persze. Tudom, befejeztem a 15. epizód, vár a következő epizód. De jó Istenem. És vége. És halleluja, vége! Oké. Okay. Szóval, Satzper kb. Olyan 100, 200, 300, 400, és 302 akciópont kellett hozzá. Nekem. Úgyhogy kb. Ennyivel ugortok neki. Úgyhogy ennyit akartam, és sziasztok!